Balogh Zoltánnal, az emberi erőforrások miniszterével még pénteken készítettünk interjút. Egyebek mellett arról kérdeztem, hogy miért teltek el napok, míg a minisztérium saját halottjának nevezte a világhírű filmrendezőt, Jancsó Miklóst, illetve hogy mi a miniszter személyes véleménye a szabadságtéri emlékmű körüli vitákról, valamint a Klebersberg intézmény fenntartó központ átvilágításának a sajtóban botrányosnak minősített eredményéről. Sajnálatos technikai hiba miatt a beszélgetés egy rövid kezdeti része csak hangban áll rendelkezésre, ezért szíves elnézésüket és türelmüket kérjük, hamarosan jön a kép is. Miniszter úr, sokan nehezményezték a múlt hétvégén, amikor péntek reggel ért minket a hír, hogy meghalt Jancsó Miklós, aki tagadhatatlanul a magyar kultúra egyik óriása, hogy miért tartott ez az emmének 3 napig, amíg reagált erre a hírre, és akkor sem feltétlenül a legméltatóbb szavakkal. Ezt sokan úgy értelmezték, hogy talán azért, mert Jancsó Miklós más politikai véleményen volt, de hát ennek ilyen esetben nem lenne szabad számítania. Nem is számít. Én Jancsó Miklóssal 1975-ben találkoztam először, mint gimnazista diák a Szerelmem Elektra című film kapcsán, a Vörös Helikopter kapcsán, amikor megkezdtem tőle, hogy mi van akkor, ha leszáll a forradalom a földre, akkor mi történik, és először azt mondta, hogy ez egy nagyon hülye kérdés, majd pedig azt mondta, hogy kisdiáktól ilyen jó kérdést még nem kapott, tehát semmifajta ilyen se személyes, se politikai szempont, se negatíva, se pozitíva nem játszott szerepet. A Kossuth díjasok természetesen a minisztérium saját halottjai, de úgy illik, hogy az ember a családdal egyeztessen, a családdal való kapcsolatfelvételt tartott eddig, és ezért adtuk ki a közlemény, de szerintem ez, én azt mondom, hogy ez tulajdonképpen ízléstelen ilyenekről spekulálni egy haláleset kapcsán. A magyar filmművészet, az európai filmművészet egy nagyon nagy alkotót veszítette, hogy egyébként kinek milyen film tetszik, ez ebből a szempontból teljesen másodlagos. Kétszeres Kossuth díjas, Balázs Béla díjas rendezőről van szó. Mi lehetne más, mint hogy a magyar állam elismeri ezt a teljesítményt, és természetesen ott áll a család mellett. Anyagilag is ezt jelenti a temetés költségeinek átvállalása, és a mindenben a család és a halott végakaratát tartja tiszteletben. Most pénteken beszélgetünk, de amikor ez az interjú adásba kerül vasárnap, akkor hozzam meg a Manzsi, hisz várhatóan a döntését arról, hogy bojkottálja a holokauszt emlékévet. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor azt hiszem, abban egyetérthetünk, hogy az világbotrány lenne. Ön hogyan értékelné? Hát én azt mondom, hogy kár. Tehát szerintem az kár, hogy így alakul ez a dolog. És én sajnálom is, hogy rögtön az első perctől ilyen irányba mentek el azok a dolgok. Mind a 3 ügy, amit most a Mazsi hisz, aki azért nem az egész zsidó közösséget képviseli, szóbahoz, szerintem mind a 3 ügyről érdemes beszélni, de a hangsúly a beszélni van, meg az érdemesen van. Tehát rögtön azt mondani, hogy ha valami így lesz és nem másként, akkor kiszállok abból a dologból, ami még el se kezdődött, hiszen április 16-án kezdődik a holokauszt emlékév. Szerintem ez egy rövid távú gondolkodás. Ha az egészre nézünk, mit akartunk a holokauszt emlékével? Senki nem kényszerítette ránk. Mi a magyar kormány úgy gondolom, hogy tettünk egy nagyvonalú ajánlatot, nem csak a zsidó közösségnek Magyarországon, tehát nem csak a magyar zsidóknak, hanem az egész magyarságnak arra, hogy erről az ügyről, amiről rengeteg manipulatív gondolkodás van, részben a 40 év kommunizmus ézen más okok miatt, egy olyan plávalból nézzünk rá, hogy 2 dolog legyen lehetséges. Az áldozatok előtti főhajtás, méltó főhajtás, és ezt senki sem kérdőjelezheti meg, a másik pedig az, hogy tisztázunk történelmi fehérfoltokat, félrejtéseket, olyan tudásokat tegyünk közkincsé, amik ma talán 4-5 vagy 40-50 komoly történésznek a tudása, és erről legyen vita, ez elkerülhetetlen, hogy erről vita legyen, és hogyha valaki egy vitatott kijelentésre, gondolok itt a Szakály történész professzornak a véleménye, rögtön úgy reagál, hogy ezt az ember zárjuk ki, ez mondjon le, ez tűnjön el, nem pedig úgy, hogy például kihívja egy nyilvános vitára, és azt mondja, hogy vitassuk meg, hogy is néz ki ez a Kamenyec-Podolszky ügy egyébként a történészek szempontjából, és mit kell erről gondolni, mit lehet erről gondolni Magyarországon. Szóval szerintem az rövid zárlat. Én szerintem egy komolyabb 70 év után komolyabban kéne vennünk ezt a dolgot, és a komolyan vétel az azt jelenti, hogy a lehető legszélesebb körű eszmecsere zajlik ebben az ügyben. Itt van például ez az emlékmű, amiről nem zajlott széles eszmecsere és vita, mielőtt a végső terv és koncepció elkészült, sőt, ezt néhány nap alatt zavarták el, azzal a kiemelt beruházás lett ez a szobor. Hogyha látszik, hogy épp az érintetteket képviselő szervezeteknek ez ennyire fáj, és nagyon sokan az egész világról megszólalnak, akik egyébként nem vádolhatóak azzal, hogy a magyar kormány politikai ellenfelei lennének, akkor miért kell ehhez ragaszkodni?
Szerintem ez egy jogos kérdés, és erről próbálunk is beszélgetést folytatni, de hogy mondjam azt, hogy maga az ügy, az nem egy új ügy. 1990 óta az egyetemi tankönyvekben a német megszállással kapcsolatban, március 19-ével kapcsolatban van egy olyan álláspont, amit egyébként a magyar alaptörvény is rögzít, most már több mint két éve, tehát volt idő megvitatni azt, hogy mit is gondolunk erről a dologról. Hogy aztán kell-e művészileg vitatkozni egy művésznek a teljesítményéről, szerintem nem volt még olyan emlékmű, ami minden akinek nagyon tetszett volna. Nem tudom, emlékszik-e a Vaskefére ott, ami az 56-os soknak akart emléket állítani ott a felvonulási téren. Én nem emlékszem, hogy olyan nagy társadalmi vita lett volna. Arról is egy nagy tiltakozás bontakozott, hogy bontsuk el, nem való oda. Tehát én ezt inkább a művészetnek a kategóriára utalnám, és szerintem nem politikusoknak kéne vitatkozni. De nem arról van szó, hogy nem tetszik mindenkinek nagyon, hanem hogy szinte senkinek nem tetszik. Sőt, az is feltűnő, hogy még történészek sora Magyarországon és külföldön tiltakozik a szobor szimbolikája által megvalósított állítások ellen. Jobboldali történészek, mint ahogy ez meg is jelent a sajtóban, hogy az kormányoldalon is fáj, nem állnak ki igazán mellette. Tehát van, aki kiáll mellette, van, aki hallgat. Én a vitát erről mondom, nem szeretném elutasítani, csak szerintem ezt nem a politikusnak kéne lefolytatni. Tehát persze lehetne a szimbolikáról vitatkozni, beszélgetni. Szerintem az egy komoly félreértés, és aki erre félreértést adott okot, az szerintem jó, ha önvizsgálatot tart, hogy azt mondjuk, hogy a német megszállás emlékműve, ez a náci megszállás áldozatainak az emlékműve, és ez egy nagyon nagy különbség, úgy gondolom. Hát a szimbolikáról azért talán ennyit hagy mondjak, hogy a Gábriel arkangyal az egy közös zsidó-keresztény hős. Tehát az Isten küldötte a zsidóvallási irodalomban is, meg a keresztényvallási irodalomban is. Csak hogy Gábriel arkangyal ebben a műalkotásban az egész magyar államot szimbolizálja, és így az egész magyar államot abban a történelmi kontextusban áldozatszereppel és angyali szereppel ruházza föl. Erre mondta például a Lantos Intézet, hogy ez minimum félreértelmezésekre ad lehetőséget. Azt mondták, hogy teljes amnézia, amit ez a szobor megvalósít, a magyar kormány a legnagyobb atrocitásokban eljátszott szerepét illetően. De azt szerintem senki nem, lehet, hogy vannak, akik vitatják, na azokkal lenne érdemes erről beszélgetni. Ma a magyar hivatalos álláspont, és szerintem ez az elmúlt 21 évben nem változott, hogy a zsidók deportálásába és elpusztításába, a magyarországi zsidóság deportálásába és jelentős részüknek elpusztításában a magyar államnak megkérdőjelezhetetlen szerepe van, meg a németnek is, és szerintem itt úgy osztogatni a felelősséget, hogy mondjuk 60 van a németeknek, vagy 70, nekünk meg 30 vagy 40, ez erkölcsi szempontból, lehet, hogy van olyan bíróság ítélet, ahol ez számít, de erkölcsi szempontból ez egy ostobaság és a felelősség megkerülésé, mert szerintem a deportálásokért, meg Auschwitzért 100%-ban a német állam a felelős, és 100%-ban a magyar állam a felelős. Tehát azok, akik ebben az ügyben részt vettek, és felelősségük van, azoknak ezt 100%-ban kell vállalni. Az egy másik kérdés, és erről szól az emlékmű, hogy itt vannak olyan áldozatok, akik egyébként a német megszállással szemben is felléptek. Parlamenti képviselők itt kivégzések voltak, letartóztatások voltak itt, több ezer magyar és magyar zsidó ember konkrétan a megszállást követően került abba a helyzetbe, hogy az életét kockáztatta akkor, ha egyébként a magyar állam függetlenségét, vagy éppen a honfitársait védte. Erről nem megemlékezni, tehát olyan abszurddá vált már a vita, hogy most már azon vitak, hogy volt egyáltalán német megszállás. Hát a 60-as évek közepén már bírósági ítéletekben kimondták Németországban, hogy az 1944. március 19-e után történt erőszak cselekményekért a német állam 100%-ig vállalja a felelősséget. És szerintem azoknak a magyaroknak, magyar hatóságoknak, magyar hivatalnokoknak, csendőröknek, nem tudom kiknek, akik ebben részt vettek, még ha ezt nyomásra tették, akkor is 100%-ig vállalni kell a felelősséget. Azt hiszem, az ellen senki nem tiltakozott, hogy az áldozatoknak emlékművet állítsanak, ez ellen a konkrét emlékmű ellen tiltakoztak, mert hogy ugye ez minimum értelmezhető úgy is, ahogy arról az előbb beszéltünk. Mivel látszik, hogy ez konfliktusokat gerjeszt, ön támogatná, hogyha ez kell például ahhoz, hogy a Mazsihisz ne bojkottálja az emlékévet, hogy ne legyen rossz érzés nagyon sok emberben, akkor ezt a szobrot ne állítsák fel, vagy halasszák el a felállítását a választások utánra, és legyen róla egy társadalmi vita? Én ebben az ügyben a kormány döntésével fogok egyetérteni, és abban a vitában nyilván részt fogok lenni. Erről többször beszéltünk már a kormányülésen erről az ügyről. Ha a miniszterelnök fog egy döntést javasolni, akkor ezt én el fogom fogadni és támogatni fogom, ő fogja meghozni végső soron ebben az ügyben a döntést.
Egyébként talán azért is lehet, hogy nagyon sokakban ellenérzések fogalmazódtak meg ezzel a szoborral szemben is, mert hogy többen ezt egy folyamat részének látják, és például Randolph Abraham professzor, akit nem csak nemzetközi elismerés övez, de kormányoldalról is csak a legszebb méltatással beszéltek róla eddig, azt mondta, hogy ő egy folyamatot lát, ami a Horthy rendszer tisztára mosdatásáról szól, ennek az utolsó lépcsőjeként látta ezt a szobrot, és ezért adta vissza a magas állami kitüntetését. De egyébként ide tartozik még nagyon sok minden, ő az alaptörvény preambulumát is ideérti, de felszokták még hánytorgatni, hogy szobra lehet Prohászka Ottokárnak, hogy mondjuk nyírőbe kerül az alaptantervbe, hogy mondjuk a Budapesten az egyik színházban egy szélső jobboldali szellemiség valósulhat meg, és még számtalan más apró gesztus van, ami fájhat olyanoknak, akik közben hallják, hogy egyébként nagyon szép szavakkal is megemlékeznek a holokauszt emlékévről, csak ellentmondást látnak a két gesztus sorozat között. Hát azoknak a Abraham professzor úrnak a szakmai tudását nem kétségben van, akik azt mondják, mondjuk az elmúlt 30 évben folyamatosan, hogy ez az utolsó csepp a pohárban, meg ez az utolsó lépcső, azokat óvaintené, mi lesz, ha még tovább mennek a dolgok, akkor mit fognak majd mondani? Ez az egyik része. A másik rész, tehát az, hogy akik folyamatosan farkas kiáltanak, egy idő után hiteltelené válik ez a dolog. Magyarországon ma ezekben az ügyekben nincs egy olyan erkölcsi konszenzus, amire szükség lenne. Ezért gondoltuk, hogy kell egy holokauszt emlékév, hogy eljussunk, hogy nagyobb konszenzusra jussunk ebben az ügyben, és ön felsorol tényeket, részben elferdítve, részben pedig úgy, ahogy ezek valójában vannak. Én meg föl tudok sorolni egy másik sort, ami meg arról van szó, hogy sokkal tudatosabban nézzünk szembe ezzel az üggyel, mint ahogy szembenéztünk a kommunizmus ideje alatt, vagy az előző 20 évben. Gondoljon arra, hogy 2001-ben a Fidesz kormány vezette be Magyarországon a holokauszt emléklapot. Én magam személyesen egyébként a Felsőházban, abban a teremben szerveztem azt az ünnepséget, ahol a Dohány utcai főkántor Kaddist énekelt az áldozatok emlékének, ezt állva hallgatta végig az egész magyar politikai elit. Elmondhatnám azt, hogy megalapítottuk a holokauszt dokumentációs központot, elmondhatnám azt, hogy a terrorházában megemlékezünk a nyilas terrornak a szörnyűségeiről, az Andrássy út 60-ban, elmondhatnám azt, hogy megalakítottuk a holokauszt emlékbizottságot, és elmondhatnám azt, és ezt tartom a legfontosabbnak, mert ezek ilyen aktuál politikai meccsek. Szerintem a leglényegesebb dolog az, hogy mit tanulnak a gyerekek az iskolába, és mit tanítanak. És ön is utalt a Nemzeti Alaptantervre, 2 év óta megfeszített munka folyik, több ezer oldalnak a fogalmazásával és átfogalmazásával. Arról az én minisztériumban, mióta ide kerültem miniszterként, én ezt személyesen vettem kézbe, hogy haladjunk ebben az ügyben, hogy a Nemzeti Alaptantervben a közös ügyeinket, a magyar zsidók és a magyarok ügyeit, nem csak a holokausztot, mert szerintem egyébként ez egy zsákutca, hogyha zsidó ügyekről kizárólag a holokauszt kapcsán beszélünk, itt van egy modern izraeli állam, utána, előtte pedig van egy olyan izgalmas, részben példamutató, részben megható, részben tragikus együttélése magyar zsidóknak és magyaroknak. 1848-49 a zsidóknak a szerepvállalása a szabadságharcban. Ők az egyetlen, akiket kollektív büntetés sújtott egyébként utána a Ferenc József részéről. Az első világháborús zsidó, magyar zsidó hősi halottak, akik Magyarországért haltak meg. Tehát egy számos olyan pozitívum is van, amiről szintén érdemes beszélni, előtte is, meg utána is. Magyarországon egy olyan virágzó zsidó élet van ma kulturálisan és oktatásában, amilyen soha nem volt. Óvodától egyetemig kiépült az őshonos folyamatos zsidóság tulajdonképpen Kelet-Európában, csak Budapesten van, sehol másütt. Tehát föl lehet sorolni azt is, ami pont a magyar államnak a nagyobb felelősségvállalására és a nagyobb támogatásáról szól, és mondom, ezek közül én a legfontosabbnak azt tartom az iskolában, mit tanítunk és mit tanulunk. Én voltam 2 héttel ezelőtt Izraelben, a Yad Vashem intézettel aláírtunk egy megállapodást tanároknak a cseréjéről, történelemtanárok cseréjéről, és az a munka, ami a minisztériumban folyik, az odáig jutott már, hogy egyébként a Nemzeti Alaptanterv módosításába ezeket a szempontokat bevettük, és a keret tanterben is olyan fogalmazások vannak, ha megenged egyet, mert szerintem az izgalmas és provokatív, sokféle extrém oldal felé, például Izrael az eredeti tanterben csak mint az arab-izraeli konfliktus egyik partnere vagy tagja szerepelt, és azt szerintem az méltánytalan, hiszen Izrael ennél többről szól, így szerepel az új alaptanteri megfogalmazás.
Izrael a Közel-Kelet demokratikus állama, a legnagyobb Kárpát-medencén kívüli magyar rajkú kisebbségnek az otthona. Tehát ezt ne felejtsük el, hogy több százezren beszélnek magyarul zsidó emberek, magyar zsidó emberek Erdélyből, Kárpátaljáról, Budapestről, Magyarországról, ma Izraelbe, magyar nyelven, a mi nyelvünkön, és ők hozzánk tartoznak, a nemzethez tartoznak. Ennek az erősítése az megint egy olyan folyamat, ami minden kormányban így volt. A mi kormányunk ebben az ügyben is nagyon komoly lépéseket tett. Szerintem ezek a folyamatok egymással szembe mennek, ütköznek, az a lényeg, hogy a jó oldalon álljunk. Ha már az oktatást említette, itt a kedélyeket a Klikkről készült belső minisztériumi jelentés borzolta nem olyan régen, ami kiszivárgott és nagyon erős állítások fogalmazódtak meg benne, szinte már visszaélés gyanúra okot adó állítások, de mindenképpen kiderült belőle, hogy rettentő rossz hatékonysággal működik az intézet. Bár a vezetőjét tette felelőssé ez a belső jelentés, azt már mondta a minisztérium, hogy ő benne nem rendült meg a bizalom, akkor milyen következményei lesznek ennek a rendkívül elmarasztaló anyagnak? Az fontos, hogy pontosan fogalmazott, szinte, mert hogy valóban szinte, tehát semmifajta olyan dolgot nem tárt föl, amiért bármifajta jogi jellegű intézkedés kéne tenni, ez egy fontos, ez egy szakmai kritika volt, számos helyen egy jogos szakmai kritika volt, néhol szerintem a megfogalmazása az túl éles volt, de ez most ebből a szempontból lényegtelen. Amilyen szakmai bírálatokat megfogalmazott, egy informatikus csinálta ezt a jelentést, különösen is az informatikai rendszerben azóta nagyon lényeges változások vannak, mert valóban a működést leginkább az gyengítette, hátráltatta, az jelentette az adminisztratív terheket, hogy nem volt egy olyan nyilvántartó rendszer, nem működött olyan jól az informatikai nyilvántartó és adatszolgáltató rendszer, hogy abban a helyzetben lettünk volna, hogy bizonyos döntéseinkhez meglegyenek a megfelelő számok. Ez a dolog, ennek a dolognak a hatásfoka az elmúlt hónapokban jelentősen javult, ez szerintem a magára a szervezet működésére is pozitívan hat ki, de ha megengedi, az egészről érdemes megint beszélni. Ilyen hatalmas átalakítás a köznevelés rendszerében Magyarországon szerintem utoljára a II. Világháború előtt volt. Tehát még utána se állítanám ezt, talán az egyháziskoláknak a kommunista állam általi elvételét azt azért ide sorolnám, de egyébként ebben a rendszerben még 1990-ben se voltak ilyen lényeges változások. Átálltunk egy központi működtetésre, és ez a, hogy mondja, az újszülött korban van ez a rendszer. Tehát amikor mondta, hogy a bizalmam a vezetőben változatlan, ez így van, de én azt mondtam éppen, mikor szerdán jártam a tankerületi vezetőknél, találkoztam a 200 tankerület vezetőjével, és azt mondtam, hogy itt mindenki a próbaidejét tölti ebben az ügyben, az elnök is, a tankerületi vezetők is, sőt én magam is, hiszen egy olyan rendszert építünk, aminek évtizedekig kell majd jól működnie, és még nem egészen egy évük van, nincs még egy teljes tanévet sem működtek, tehát az, hogy változtatni kell, és vizsgálni kell folyamatosan, hogy hogyan működik, ez szerintem magától értetődő. Az, hogy egy belső jelentés, aminek vannak félreérthető megfogalmazásai, kikerülés ebből sajtóvisszhang van, hogy finoman fogalmazzak, ez szerintem a mai magyar közéletben természetes. Nem nagyon rossz működést mutat például az a jelenség, hogy a diákok már megkapták a félévi bizonyítványt, de a tankönyvek közül még mindig nem mindegyiket sok iskolában? Én úgy tudom, hogy minden iskolában megkapták a tankönyveket, de valóban a tankönyvellátásnak az átállítása megint csak az állami felelősség komolyan vételében volt, ahol okozott ilyen ellátási zavarokat. Ilyen zavarok, sőt ennél nagyobb zavarok is voltak korábban, csak mi történt? Most van egy központi rendszer, most mindent látunk. Az, hogy korábban egy vidéki iskolában nem jöttek meg a tankönyvek, az az önkormányzat felelőssége volt, hogy nem fizették ki a tanároknak a bérét. Több száz ilyen tanár van, 2008-ból, 9-ből, 10-ből, még 12-ből is, amíg nem volt központi rendszer, akik nem jutottak hozzá hónapokig a fizetésükhöz, mert a helyi polgármester, a helyi önkormányzat egyszerűen nem volt képes ezt a feladatot ellátni a saját finanszírozása felől. Ilyen ma nem fordulhat elő, de ha előfordul is, akkor legalább most már látjuk ezeket a dolgokat, és központilag tudunk ezeken segíteni. Új elem a Klebersberg ösztöndíj, amit azok kaphatnának, és ez egy elég jelentős hozzájárulás, 25-75 ezer forintot akár havonta, akik tanárnak tanulnak, de nagyon szigorúak a feltételek is, és a retorziók is. Eddig milyen eredményekkel hirdették meg ezt a programot, mennyire jelentkeznek rá sokan? Hát ezért hálás vagyok, hogy erre rákérdezem, mert ez az egyik büszkeségünk, és bízom benne, hogy az is marad. Gondoljon bele abba, hogy jelentkezett 530 vagy 40 tanárjelölt, első éves, első
szemeszteres jelölt, tanár jelölt erre az ösztöndíjra, és 470 körül tudtunk ösztöndíjat adni, elsősorban olyanoknak, akik hiány szakokra jelentkeztek, fizika, kémia, matematika, olyanokra, akik hátrányos helyzetűtéseiből jelentkeztek. Ha belegondol abba, hogy úgy lehet 5 évig ma, sőt 6 évig tanulni egy tanárnak, ha a szigorú feltételeknek megfelel, mert a színvonalat emelni akarjuk, hogy egyébként havi nettó 75 ezer forint ösztöndíjat kap, és egyébként a tanulmányait a magyar állam fizeti, ezzel kifejezzük a pedagógus szakmai iránti megbecsülésünket, és azt az elvárást, hogy mostantól, aki tanárnak tanul, az legyen nagyon jó, és egyébként tanárként dolgozzon, és ezért investáljuk ezt az összeget egyébként a jövendő pedagógus nemzedékbe. Ez egy nagyon erős üzenet. Összehívtuk mind a 470 embert egyébként, és azt hiszem több mint a kétharmaduk el is jött a Művészetek Palotájába, és ünnepélyesen adtuk át ezeket az ösztöndíjakat, mert úgy gondoltuk, hogy ha van értelme az egész Klebsberg rendszernek, akkor ez pontosan az, hogy a gyerekeinket, az unokáinkat, kinek hogy, a jövendő jobb pedagógus nemzedék tanítsa, jobb színvonalon, 21. századi színvonalon, és egyébként pedig abból a tudásból merítsen, amit itt Magyarországon az elmúlt 1000 évben fölhalmoztak. Nem olyan régen egy vidéki rendezvényen magyarnak nevezett képviselőkről beszélt, amikor a szocialista EP képviselőkről beszélt. Ezen sokan felháborodtak, hiszen attól, hogy más véleményen van valaki politikailag, vagy akár kritikának nemzetközi szintére hangot ad, miért kell kétségbe vonni a magyarságát? Hát nem a magyarságokat vontam elsősorban kétségbe, hanem a képviselőségüket, hogy kit képviselnek. Mert szerintem ők nem a Magyarországnak és nem a magyaroknak az érdekeit képviselték abban a jelentésben, ami Magyarország és egyébként nem a magyar kormány, hanem Magyarországot en bloc egy olyan antiszemita, rasszista országnak bélyegezte, amit én nem látok itt ebben az országban, és ezt fölháborítónak tartom, és ha ez valaki asszisztál, az nem minket képvisel. Azt is megfogalmazta ugyanebben a gondolatkörben, hogy a kritika a nem Magyarországot képviselő szocialista képviselőkön kívül egyébként is csupa ellenzékitől, illetve lobby érdekeiben sérült szereplőtől jön, de ha megnézzük, hogy ki kritizálták különféle ügyekben az utóbbi időben a magyar kormányt, akkor itt számos olyan ember nevével is találkozhatunk, mint például Lukács professzor Amerikából, aki kifejezetten konzervatív értékrendet val, vagy McCain szenátor, aki republikánus, vagy nagyon sok konzervatív szellemiségű labban is jelennek meg cikkek. Leírható ilyen egyszerűen ez a jelenség? Nem írható le, nem is írtam le. Tehát egyetlen szó hibázott a kérdésében, nem mondtam, hogy csupa olyan, hanem azt mondtam, hogy olyanok is vannak, és egyébként ez egy rezsifórum volt, mert a rezsicsökkentés számunkra az egyik legfontosabb szociálpolitikai nemzetstratégiai intézkedés, amire azt gondolom, hogy büszkék lehetünk ebben a 4 évben, és azt mondtam, hogy akik a rezsicsökkentés ellen harcolnak Brüsszelben, azok lobby érdekeket képviselnek, szerintem ez egy közhely. Ez teljesen logikus, hogy azok a multinacionális cégek, akik az energiát szolgáltatják, és most az extra profituknak egy jelentős részét elveszítik, azok megpróbálják ezt minden eszközzel megakadályozni, úgyhogy verseny szabályokra hivatkoznak, úgyhogy egyébként hát minden héten lebukik, jó, nem minden héten, ahogy azért már támadjanak, de mondjuk évente több olyan Európai Uniós képviselő bukik le, akit egyébként súlyos pénzeken megvásárolnak multinacionális cégek, hogy olyan törvényjavaslatokat nyújtsanak be, ami az ő érdekeiket szolgálja. Legutóbb éppen egy román képviselőnek kellett ezért lemondania. Tehát ez a jelenséget ezt azért nem én fedeztem föl, hanem ez sajnos egy létező jelenség a politikába. Megkockáztatom, talán még Magyarországon is vannak olyan képviselők, akik úgy gondolják, hogy nem Magyarország érdekeit nézik, hanem azokét, akik nekik kenő pénzekkel majd megpróbálnak mindenfajta pozitív intézkedéseket hozni, ami iparpolitikai ügyeket, meg más ügyeket érinthet. Tehát szerintem semmi olyat nem mondtam, amit én találtam volna ki vagy föl. Arról szólnak értesülések, hogy amennyiben a Fidesz-KDNP megnyeri a következő választásokat, akkor miniszterelnök úr szeretné, hogyha változatlanul ön maradna a humán csúcstárca élén. Beszéltek erről? Szerintem ezt bízzuk a miniszterelnök úrra. Nagyon sok mindenről beszélünk a miniszterelnök úrra. Szerintem elsősorban azokról a feladatokról kell beszélni, amiket nekünk a választásokig még el kell végezni. A jövő az mindig zárójelben van, mert a most elvégzendő munka az, ami a középpontban van. Köszönöm szépen a beszélgetést. És köszönöm az érdeklődést.